A cég minden évben igyekszik színes kikapcsolódási lehetőségekkel megajándékozni a dolgozókat és persze a családokat. A dolgozók pedig szívesen részt is vesznek ezeken a napokon. Már kora reggel sokan várták a programokat, ezt örömmel üdvözölte a cég vezetője Bodor József is. Nagyon örülök annak, hogy összességében a mai nap az esti órákig kb. 6-700 kollégánkat fogjuk üdvözölni. Múlt ugrálóvár, bűvészműsor, koncert, kézműves foglalkozás, lovas kocsikázás, ingyenes egészségszűrő program a felnőtteknek, ingyenes büfé a családoknak. És persze a kalandpark is folyamatosan várta a kicsiket és nagyokat. Folyamatosan apróbb és nagyobb lábak taposták tehát a különleges játékokat. Mit játszottál? Hát ilyen akasztósokat, meg mászókásokat, és akkor mindeneket átmentünk. És már végigjártad az egész pályát? Igen. Aha. Mi az, amit szeretnél kipróbálni? Láttál valami érdekességet még? Azt a pisztolyosat ott. A legkisebbek persze még folyamatosan lekötik szüleik figyelmét, de így is nagy élmény a családnak egy-egy ilyen program. És miért jó az a családi nap? Hát azért jó, mert itt van mindenkinek a családja egyszerre. És úgy kicsit kijövünk a munkából egy picit. Azért. Minden családi napra el szoktatok jönni egyébként? Igen. Hát amikor tudunk, akkor mindig eljövünk. Szerintem eddig az összesen ott voltunk. Az estig tartó rendezvény zárásaként kvízjáték is várta a családokat. Az első kérdés az, hogy mi Ausztrália fővárosa. De a tó adta lehetőségeket is kihasználhatták, hiszen a programot szombaton még az időjárás is kegyeibe fogadta. Ja!